43 éve vagyok fazekas, és ilyenkor nagyon sok téma előkerül. Én hajlok inkább afelé, hogy a régieket vegyem elő, de például a Komotár pályázatra csináltam ezeket a kis finom századfordulós edényeket, tehát tulajdonképpen ezért lett a kiállításnak is a címe, a mottója, hogy a középkortól a századfordulóig, ami ebbe belefér minden. Én szeretem ezt a tág lehetőséget. Általában van olyan, hogy van egy pályázat, egy kiírt fazekas pályázat, és ilyen volt például a Komotár pályázat is. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy az arról szól, hogy a gyerekágyas anyának az ismerősök ebédet visznek, akkor az egy friss, üde, szép dolognak kell lenni. Tehát nem csinálom zöldre, nem csinálom barnára, nem csinálom sárgára, és akkor találtam ezt a régi mezőtúri századfordulósat, hogy ez mennyire kellemes és kedves, és ezt azért csináltam így. Nem csak edényeket vagy tányérokat készít Kozák Éva, egyik kedvence a butella készítés. A butellák, hát az nekem nagyon szívem csücske. Ezelőtt, hát nem is tudom hány évvel, majdnem 40 évvel, 20 évesen ezzel nyertem az ifjú népművész címet, amikor is nem csak meg kellett csinálni egy témát, hanem írásművet is készíteni, egy kicsit kidolgozni, hogy mit készítettünk, bemutatni, és én a butellákat választottam akkor. Nagyon színes világ, nagyon jó velük foglalkozni, csak hát idő, és most már én is azt hiszem, hogy fogy az időm, és még mindig rengeteg mindent lehetne újítani, készíteni, előhozni, bemutatni. Nagyon sok munkánk lenne. A butellák mióta a világ mindig feliratosak. Tehát az egy adott dolog. Ennek így van értelme, és valóban összegyűjtöttem, hát egy 150 butella verset biztosan. Ezek adott dolgok, ezt nem mi találjuk ki. Olyan van, hogy ezen belül vannak például Petőfi Kölcsei, főleg Petőfitől és Kölcseitől idézetek, vannak nóta szövegek, vannak olyanok, amit a fazekas talál ki, vannak Zsoltárból vett szövegek, tehát ezen belül is rengeteg minden van, föl lehet ismerni, de a butellákon mindig volt szöveg. Az egyházi készítmények is nagyon közel állnak hozzá. Nagyon szeretem a szakrális edényeket, főleg a reformátusokat. Egy nagyon nagy mértékű visszafogottság van bennük, de mégis nagyon elegánsak. És én azt hiszem, hogy abban is már elég sok mindent megcsináltam. Van háttere és múltja ezeknek. A Debreceni Egyházi Múzeum tele van ilyen cserépedényekkel, és senki nem foglalkozott vele, most már egy pár éve kezdem látni, hogy mások is készítenek ilyet, de először én hoztam ezt elő, hogy újítsuk meg őket. A tányérokon, főleg az egyházi tányérokon van egy nagyon pici igevers. Ezt már láttam máshol is, nem más fazekasnál, hanem például a kazettás templomi mennyezeteken. Ott láttam, hogy a minta, vagyis az ornamentika alatt van egy kicsi szöveg, és ezt próbáltam visszahozni a tányérjaimba. Egyébként a tányérok nem mindig azt a célt szolgálták, hogy ettek belőle, vagy tálaltak, hanem nekem nagy a gyanúm, hogy a díszítés volt a fő cél, és ezért valami tanító szöveget tettek bele a minta mellé. Minden nap meg kell fogni valamiért, vagy megkorongozza az ember, utána a nyers munkát, a fülezést, a díszítést, a rátétes, az írókás, sok van vele. Vagy nézegetem, aztán nem jó, akkor másikat csinálok. Sok minden előfordul. A kiállítás sok színűségén látszik, hogy milyen sok téma megragadta az alkotót, és meg is tudta azt valósítani a látogatók nagy örömére.